A közeljövőben újra urnák elé járulhatnak a szavazók Kocsordon, mivel a helyi képviselőtestület január végén úgy határozott, hogy feloszlatja magát. A 7-tagú testület 5-2 arányban szavazott a változásra. A döntés hátterében többek között a település 38 millió forintos tartozása áll. Az időközi választásra május 8-án kerül sor. Május 8-án időközi választást tartanak Kocsordon, ahol január végén feloszlatta magát a képviselőtestület. A nyírségi faluban a fideszes polgármesterrel és az alpolgármesterrel szemben három független, egy jobbikos és egy fideszes képviselő is úgy vélte, hogy nem várhatnak a következő választásokig, csak új vezetéssel és új alakult testülettel van esélye kitörni a Kocsordnak a jelenlegi helyzetéből. Kocsord a szükséges önerő hiány már évek óta képtelen részt venni a szociális tűzifa programban. Az önkormányzat saját bevételek hiány sorra utasította el a rászorultsági kérelmeket, és befagyasztották az első lakáshoz jutók 50 ezer forintos támogatását is. A testület tavaly a csőd szélére sodródott település kiadásait annyira megnyírbálta, hogy végül sikerül stabilizálni a pénzügyi helyzetet, és pozitívan zárt a költségvetés. Ezt követően a 2015-ben még 19 milliós hiány a 2016-os előirányzatban már 38 millió forintra duzzadt. Vendégünk dr. Takács Csaba, Kocsord megbízott jegyzője. Jó estét kívánok, köszöntöm. Valóban ennyire nagy a baj Kocsordon? Nagy a baj, mert feloszlatta magát a képviselőtestület, és május 8-án egy időközi választást kell tartani. Nem töltötte ki a választópolgárok felhatalmazásából adott ciklusát sajnos a képviselőtestület, de ez egy testületi döntés. 5-2 arányban minősített többséggel, név szerinti szavazással feloszlatta magát. A törvény ezt a helyzetet szabályozza, helyi választási bizottság kitűzte az időközi választást május 8-án, és a választási törvény részletesen szabályozza a különböző eljárási határidőket, az ezekkel kapcsolatos lépéseket, előkészületeket megtettük, és meg is fogjuk majd tenni. Egy bizonyos 38 milliós tartozásról szólt ez a kis bejátszás, amit az imént hallottunk. Ez valóban tartozás, vagy hiány, vagy hogyan értendő? Ilyen szempontból én magam nem látok bajt, hiszen az önkormányzatnak a működését költségvetése szabályozza, költségvetési rendeletben kell az adott évi működéseket, kiadásokat, bevételeket rögzíteni a képviselőtestületnek. A Magyarország önkormányzatairól szóló törvény szerint nem szabad már hiányt tervezni, tehát olyan, hogy forráshiányos egy költségvetése egy önkormányzatnak, az törvény tilalmazza. Ez az ominózus 38 millió forint, ez elhangzott több alkalommal azon a testületi ülésen, ami január 28-án végül is a feloszlatással ért véget. Ez első olvasatban került végül is megtekintésre, illetve szóba a testületi ülésen. Ez a 2016-os év működési bevételei és tervezett működési kiadásai. De ez nem konkrét tartozás. Így van, és még ehhez hozzákapcsolódik, hogy volt egy 2016-os év, amely véget ért, és az pénzmaradványért... 2015-ös, igen. Amely pénzmaradvánnyal zárult, pozitív pénzmaradvánnyal, és ez csak nem ellensúlyozza azt a rést, amely a bevételek és a tervezett kiadások között szerepel. De az szükséges elmondanom, hogy ebben a döntést a képviselőtestületnek szükséges meghoznia, hiszen költségvetési rendeletet csak a képviselőtestület alkothat, és még az hozzátartozik a gazdasági pénzügyi helyzetéhez a kocsordi önkormányzatnak, hogy december 31-én és január 1-i fordulónappal mintegy 24 millió forintos volt a költségvetés különböző számláinak az egyenlege, és szállítói tartozása nincs Kocsord önkormányzatának, tehát a gazdasági pénzügyi helyzet az megfelelő, stabil. Nyilvánvalóan az elképzelések, fejlesztési lehetőségek és az adottságok, a helyben keletkező bevételek, azokat valamilyen módon szinkronba szükséges hozni, de
az önkormányzat kötelező feladatainak teljes mértékben biztonsággal eleget tud tenni. Milyen a hangulat most a településen? Ugye a költségvetést azt meg kell, hogy szavazza a testület még május 8-a előtt. Igen, én megbízott jegyzőként vagyok jelen Kocsordon, tehát annyira nem élem át napi jelleggel ezt a helyzetet. Ahogy mondtam, mindenféleképpen egy sajátos, ritka helyzet, hogy egy képviselőtestület feloszlassa önmagát. Ez a 38 millió forint Kocsord községben is forog, hogy ez hiányzik, de hát erre nagyon egyszerű a válasz, hogy amit még nem fogadtak el, és abban nem szerepel elfogadott költségvetésben összeg, arról nem lehet végül is ellenkezőt is állítani, hiszen még az nincs. Tehát egy adott szám az a költségvetési tárgyalások folyamán nyilvánvalóan változhat. Különös tekintettel arra, hogy elmondtam, hogy az önkormányzatnak pénzmaradványa van, pozitív, és ezzel a helyzet kezelhető. A képviselőtestület elé a következő képviselőtestületi ülésre február 15-ére, ami törvényi előírás, első olvasatban, úgy, ahogy Kocsordon korábbiak során kialakult, beterjesztésre kerül a 2016. évi költségvetési rendelettervezet, aztán a képviselők bölcsességére bízva majd ki fog alakulni, hogy milyen elképzeléseik vannak a 2016-os működésben, mert azt el kell, hogy mondjam, hogy az élet nem áll meg, és a törvény szabályozza ezeket a speciális eseteket is. Az időközi választás eredményéig, azaz a május 8-ai választás eredményéig mind a polgármester, mind a képviselőtestület ugyanúgy munkájában és megbízatásában marad, ugyanolyan jogosítványokkal, jogkörökkel látja el a feladatát, csak a választás lett így gyakorlatilag előrébb hozva, jó pár évvel a ciklus lejárta előtt. Azt gondolom, hogy éppen egy ilyen helyzetben kell a leginkább egységet képviselve döntéseket meghozni, hát majd az élet eldönti, majd mutatja, hogy ez mennyire sikerül Kocsordon. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen.